Ciao gyerekek, köszöntök mindenkit az SK Bázisról. Remélem már mindenki tudja, hogy megjelent az Okos Receptek A-tól Z-ig című könyvem. Kapható a Spar csoport kijelölt üzleteiben, csekkoljátok le. És hát ebből a könyvből fogok most nektek főzni. Mondok egy-két fejezet címet, csak hogy tudjátok, hogy mikre lehet majd számítani. Vannak egy tepsis kajáink, szezonális kaják, feketeöves maradékmentés tényleg hardcore arcoknak. És hát van egy ilyen is, hogy főz ki a fagyasztót, ami arról szól, hogy benézzünk a fagyasztóba, és amit ott találunk, na azt csináljuk meg. Benéztem én is a fagyasztóba, találtam ott egy kis fagyasztott karfiolt, úgyhogy csinálunk is egy jó kis rakott sonkás karfiolt. A könyvben egyébként sonkás rakott karfiolként találtak a kaját, de ne a nyelvtannal foglalkozzunk, hanem magával a kajával. Első lépés, és itt bevallom, egy kicsit csaltam, mert hogy a rizsszemet megcsináltam, de szuper egyszerű. Pici olajon áthevíted a rizsszemeket, felöntöd bő másfélszeres vízzel, kis só, párolás, paf, ez kész is van. Ez lesz majd a rakott karfiolnak az alapja, jó? Következő lépés, hogy egy edényt elkezdünk evíteni, és nyomatunk bele egy kevéske étolajat. Bám! Fogunk egy szép vörös hagymát, félbevágjuk és szeletekre, azaz félfőre az egészet. Ez jön szépen rá az olajra, elkezdjük párolni. Aztán fogunk fokhagymát, méghozzá nem is keveset, 6 gerezdet fogunk használni. Ezt is szépen vékony szeletekre vágjuk és rádobjuk a hagymára. Szépen átpörgetjük az egészet, és amíg a hagyma félék itt párolódnak, addig rámegyünk a karfiolra is. Összesen fél kiló karfiolt fogunk használni. Hát ez most egy kiló, úgyhogy majd aztán a maradék megy szépen vissza a fagyóba. Fél kiló karfiolból 6 darab szép rózsát félretesszünk, ezt majd a tetejére fogjuk pakolni az ételnek. Másik 400 g-ot pedig szépen apróra vágunk. Szépen jön rá a hagymákra, kicsit átpörgetem, és akkor erre az egészre jön egy darab darabolt paradicsomkonzerv, úgy, ahogy van, szőröstű-bőröstű. Jön rá kis oregano, kis szárított bazsalikom, kis só, kis fekete bors, jön egy átpörgetés, és az egészre jön még 30 dek a szeletelt csonka, kis darabokra vágva. Ez is jön szépen a ragura, az egészet átforgatjuk, hagyjuk egy kicsit összerottyanni, addig pedig gyorsan csinálunk egy besamelt. Ehhez egy lábosba dobunk 50 g vajat, és ha megolvadt, adunk hozzá 30 g lisztet. Szépen elkeverjük. Jön bele 4 deci szobahőmérsékletű tej, és az egészet gyorsan csomómentesre keverjük. Na jó hírem van gyerekek, mert hogy majdnem megvagyunk, egy hőálló tára lesz szükségünk, ebbe először is belepakoljuk szépen az előfőzött rizst, egyenletesen elteregetjük. Na erre pakoljuk rá szépen a kis karfiolos ragunkat. Aj, de jól néz ki. De ennek a ragunak van egy kis szaftja ugye a paradicsomnak köszönhetően, amit szépen fel fog szívni a rizs. Ezt is szépen egyenletesen helyezgessétek el. És az egészet nyakon öntjük besamellel. Utolsó lépés, az egészet megküldjük jó sok reszelt sajttal. 180 fok, 30 perc. Negyed óra pihentetés után már lehet is tálalni, kis petrezselyem a tetejére, és kész. Ez volt az én sonkás rakott karfiolom, csekkoljátok a többi kajámat is az Okos Receptek A-tól Z-ig című könyvemből, amit megtaláltak a Spar csoport kijelölt üzleteiben. Szevasztok! Az Okos Receptek támogatója a Spar.